Mai napon a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából Szentmártonba és Kungyaluba vittük el a szeretet lángját. Elsősorban ma szegény sorsú, nehéz helyzetben lévő családokra koncentráltunk. Úgy gondoltuk, hogy élelmiszercsomagokkal tesszük valamivel kellemesebbé, meghittebbé a karácsonyt, hiszen ezek a családok bizony rászorulnak a segítségre. Pataki Éva Julianna, Kunszentmártoni elnökünk koordinálta az adományoztást. Egy politikusnak, egy közszereplőnek a feladata az, hogy személyes találkozások alkalmával ismerje meg azokat az embereket, akik az ő választókerületében élnek. Így ezen alkalmak során én is személyes tapasztalatokat gyűjtöttem, és azt látom, hogy nagyon sokan rászorulnak a segítségre. Ma többeknek tudtunk segíteni, de valódi segítségnyújtás, az össztársadalmi segítségnyújtásra csak akkor leszünk képesek, hogy a kormányzati pozícióba kerülünk. Ezen dolgozunk, és 2018-ban